Végre sikerült olyan pályázatokat a kormányunknak kitalálni, illetve segíteni az önkormányzatokat, hogy szinte célirányosan készültek a pályázatok. Megkérdezték előtte az önkormányzatokat, hogy mit szeretnének alakítani, mit szeretnének felújítani, mihez tudnának segítséget nyújtani ezzel a pályázattal, és egy közös megegyezés alapján születtek a döntések. Ribányi József, a Tolna megyei önkormányzat alelnöke arról szólt, a Magyar Falu Program folytatni fogja ezt az alulról fölfelé menő döntést és gondolkodást, mert így teremthetők meg azok a helyi beruházások, melyek élhetővé és ezzel lakosság megtartóvá tehetik a vidéki településeket. Mellette ugye elkezdődik még majd a 2027-es új uniós fejlesztési ciklus. Ennek a tervezését már a megye szintén megkezdte, úgyhogy én azt gondolom, hogy a magyar kis települések mindenképpen reflektorfényben vannak. Egyszer a magyar hazai források tekintetében a Magyar Falu Program irányából, a másik pedig a 2027 között elinduló uniós fejlesztési ciklus, a tekintünk szintén újabb lehetőségeket jelent majd a településeknek. A Nagydörögi Egészségház eddig is ezt a célt szolgálta a településen, ám messze elmaradt a kor igényeitől. A 36 millió forintos projektköltségből az önkormányzat 6,8 millió forint saját forrásból finanszírozott, lévén az építési anyagok és a bérek emelkedése miatt kénytelenek voltak a zsebükbe nyúlni. Igazából nem az alapfunkcióknak volt teljesen kialakítva az épület, ez így működött most már talán lassan 20-25 éve ilyen állapotában, és többször már a hatósági ellenőrzésekkel is különböző határidők adtak, hogy mikor valósítjuk meg, csak hát mindig anyagi hiánya volt, hogy mikor tudjuk felújítani az épületet, mert ha nem tudjuk megoldani, akkor esetleg működési engedélyeket bevonnánk. Az egészségház most alkalmassá vált, mozgásukban korlátozottakat is fogadni, kicserélődtek a nyílászárók és korszerűsödött a fűtésrendszer is. Kovács György azt mondta, a számok azt mutatják, megállt a demográfiai csökkenés a településen, így különösen fontos az itt élők megtartása szempontjából a korszerű egészségügyi ellátás biztosítása.